az, hogy a Fidesz Gyurcsány Ferenc megállításáért gyűjt aláírásokat olyan, mintha egy focista a meccs közben kimenne a nézőtérre aláírásokat gyűjteni azért, hogy a csapata gólt szerezzen. Remélem mindenki számára teljesen világos, hogy 12 évnyi kétharmados kormányzással a Fidesznek bőven lett volna lehetősége arra, hogy elszámoltassa Gyurcsány Ferencet, de ezeket a lehetőségeket elszalasztotta. Senkit nem vontak felelősségre a 2006 őszi eseményekért, ahogy senkit nem vontak felelősségre azokért a hazaárulásokért sem, amelyeket Gyurcsányék a kormányzásuk alatt követtek el. Márpedig aláírásgyűjtéstől senki nem fog börtönbe menni. Ezen nincs mit szépíteni, ezek a tények. De más úton is eltakaríthatta volna a parlamentnek a környékéről is Gyurcsányt a Fidesz, elég lenne támogatnia ehhez a Mi Hazánk Mozgalom lusztrációs törvényjavaslatát, amely kizárná a közéletből a volt kommunista vezetőket, többek között a volt KISZ KB titkár Gyurcsány Ferencet is. De amikor cselekedni kellett, csődöt mondott a fideszes kétharmad. A Fidesz aláírásgyűjtése nem más tehát, mint egy szemfényvesztés. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely komolyan gondolja, hogy Gyurcsány Ferencnek nem a közéletben, hanem börtönben van a helye.